Hajdina fesztivált tartottak Győrén. Eredetileg nevét a Hajdináról, vagy más néven Pohánkáról kapta, amely a keserűfélék családjába tartozó látszárú növény, úgynevezett ágabona. A Hajdina fesztivált idén 11. alkalommal rendeztük meg, és talán úgy érzem, hogy minden eddiginél sokkal több színesebb programmal készültünk. Tegnap este volt egy völgység konferencia, amin a völgység népszokásai, néphagyományai volt a témakör, környékbeli polgármesterek, vállalkozók, megyei vezetők voltak jelen. A sokszínű esemény minden korosztály számára bőségesen kínált program lehetőséget. A helyszín a Györei templom, általános iskola és környéke volt, ahol egész napos családi feszt vette kezdetét. A délelőtt folyamán főzőversenyen mérethette meg magát a főzni vágyó vendégsereg, a cél pedig nem kevesebb volt, mint a legjobbnak lenni ismét. Párat felsorolok mostan. Megemlékezések, műsorok, projektek, ki mit tud, szivárvány tanoda, balatoni tábor, évközben meg számos verseny. Sorolhatnám estig, de már fárad a nyelvem. Csak annyit mondok, nem érheti szó a ház elejét. Az idén is öregbítettük iskolánk hírnevét. Az én gyerekeim is itt voltak, óvodások, iskolások. Mióta a fölvonulás van, mindig jövök, megyek velük. Most is majd készülök arra le. A fesztiválon minden évben fellép a helyi néptánccsoport, akik idén is bukovinai székelytáncokkal készültek. A táncokat mindig nagy érdeklődés övezi a település lakóinak körében is.